köszönjük szépen! Mi a Közösségben Élni kezdeményezés aktív tagjai vagyunk, és rajongunk a co-housing lakhatási formáért, éppen ezért kutatunk, workshopokat tartunk a témában, illetve kezdeményező, együtt élni vágyó csoportokat mentorálunk. Mindemellett az a célunk, hogy Magyarországon a co-housing is egy választható lakhatási forma legyen, de mi is az a co-housing? A co-housing egy olyan lakhatási forma, ahol a lakók tudatosan és önkéntesen vállalják egymással a közösséget, illetve a közösségi összefogás erejével alakítják és fejlesztik ki lakóhelyüket. Meghatározott mértékben osztanak meg közös tereket és tevékenységeket, ebben különbözik másfajta együttlakástól. És persze most azt mondaná mindenki, hogy már lakott valamilyen szinten közösségben, mert hogy mondjuk a családjával is megosztott bizonyos tereket, vagy egy kollégiumban már élt, de a co-housing az alapvetően más, mint egy társasház. Petra is mondta azt, hogy a lakók maguk döntenek arról, hogy együtt élnek egymással, illetve saját szabályokat hoznak. Ez Nyugat-Európában működik, de mi a helyzet itt? Itthon is egyre több ilyen közösségi projekttel találkozhatunk, gondoljunk csak a Szabadsághíd projektre, vagy a Mi utcánkra, vagy a Gringo autómegosztóra. Egyre többen látják a lehetőséget a megosztásban, így van ez a lakhatásban is, úgyhogy mi pár példával szeretnénk nektek ezt illusztrálni külföldről és Magyarországról. Az első példát talán már többen ismeritek, ez a Miskolci Kollektív Ház, ami a 70-es évek végén alakult, építészeket csoportja hozta létre, és egy darabig nagyon jól működött ez a csoport, együtt hozták létre az épületet, de nem gondoltak arra, hogy szabályokat is írjanak. Éppen ezért a rendszerváltáskor felbomlottak. Ezzel ellentétben ugyanabban az évben alakult Hollandiában a Centraal Wonenhoutweg nevezetű co-housing, ahol nagyon alaposan megfogalmazták az együttélés szabályait, ami kiterjedt az alapvető dolgokra és közös programokra is. Ők például hétvégenként együtt szoktak kávézni és teázni. Ezt a jó szokást a mi saját lakóközösségünkkel is átvettük, ezért mi két hetente péntekenként együtt reggelizünk. De nem csak magunknak szervezünk közösségi eseményeket, abban a lakásban, ahol ami Zuglóban található, ez egy 6 fő lakására alkalmas egység. A hálószobákat nem osztjuk meg, de a konyhát, a fürdőszobát, igen, ez fontos információ, azokat igen, illetve nem csak magunknak, hanem nyitott közösségi programokat is szervezünk, mint például ez a fotó egy lakáskoncerten készült. Itt a nappaliban sikerült elég belsőséges hangulatot teremtenünk, de ezen kívül havi egy alkalommal 2016-ban vállaltuk, hogy rendszeresen tartunk ilyen eseményeket. Voltak grillpartik, társasjátékestek, vacsorák, és nem csak tudjuk azt, hogy ezt lehet nagyobban is csinálni, mint például a Grote Pier, szintén egy hágai példa, ahol a lakók egy iskolaépület megmentésére szövetkeztek össze, és sikerült is megmenteniük ezt. Itt ebben az épületben található egy közösségi kávézó, amit bárki számára nyitott, illetve egy coworking iroda. Amikor sikerült megmenteniük ezt az épületet, akkor a saját igényeikre formálták a tereket. Mi is hasonlóan jártunk el, én a T54 nevű házközösségben lakom, és az épület eredetileg irodaként funkcionált, ezért ahhoz, hogy külön nyíló 12 hálószobánk legyen, például gipszkarton válaszfalakat építettünk, ami a képen látszik, vagy festettünk, konyhákat alakítottunk ki. Az épület egyébként egy négyszintes sorház, a 11. kerületben, minden szinten hárman lakunk, és az alapvető a beköltözéskor az egyik célunk az volt, hogy a mostani elszabadult budapesti ingatlanpiaci helyzethez és ahhoz képest az albérletáraktól egy sokkal olcsóbb lakhatást biztosítsunk magunknak. Ez az elszabadult albérletárak, ez nem csak itthon probléma, hanem például Angliában is. A következő példa, amit hoztunk, ez egy Birminghamből indult kezdeményezés, a Student Housing Cooperative. Az egyesület célja az, hogy megfizethető lakozást biztosítson a diákok számára fenntartható módon. Ezzel sikerült egy olyan pénzügyi modellt kidolgozniuk, amivel abszolút függetlenítették magukat az ingatlanpiactól. Hasonlóan próbálkozik a Rákóczi Kollektíva nevű csoport itt Magyarországon, akiknek szintén céljuk az, hogy egy lakásszövetkezeti rendszerben az ingatlanpiaci rendszertől függetlenül tudjanak élni, és ezt mindenkinek ezt a modellt más is tudja használni. Velük együtt a Közösségben Élni mentorálásával már több üres épületre tettünk kísérletet, hogy ők hogyan tudnának ott élni. A Rákóczi Kollektívára fontos azt tudni, hogy ők a Gólya közösségi prezzót üzemeltetik, ezt valószínű többen ismerik, és amire jellemző az, hogy szociálisan érzékeny programokat is szoktak szervezni, amit a csoport szeretne a lakhatásban is megvalósítani. Ez nagyon sok nyugat-európai co-housingra jellemző, jó példa erre a Bécsi Róza Egyesület,
ami egyesület céljának azt tűzte ki, hogy a fiatalabb, illetve idősebb hölgyeknek jó minőségű lakhatást biztosítson Bécs belvárosában, illetve a külvárosi területeken egyaránt. Az az alapelvük, hogy a fiatalok az időseket segítve jól tudnak együtt élni. És hogy megmutassuk azt, hogy ez nem igazából a fiataloknak a hóbortja, egy itthoni kezdeményezést hoztunk még bemutatni, ahol egy 50 pluszos csoporttal foglalkozunk. A harmadik találkozón vagyunk túl, beszéltünk már többek között a közösségi válásról, a jogi helyzetekről fogunk legközelebb, illetve a magyar ingatlanpiaci helyzetről. Plusz még szervezünk egy közös kirándulást is, ahol Bécsben co-housingokat látogatunk. A csoport a B oldal nevet adta magának pont azért, mert az életük második felét készülnek megosztani egymással. A képen az látható, hogy mindenkinek fel kellett írni, hogy mik a saját motivációi, hogy miért szeretne együtt élni. Ezeket láthatjátok, ez azért fontos, mert ebből lehet felépíteni azt, hogy milyen közös céljaik lehetnek. Szerintünk pár példán keresztül meg tudtuk nektek mutatni, hogy miért is rajongunk mi azért az együttlakási formáért. Arra bátorítunk titeket, hogy ha ebben gondolkodtok, nyugodtan keressetek meg minket. Ugyanis a szervezetünk azon dolgozik, hogy hogyan tudunk szervezetrendszerben segíteni ezeket az együttlakó csoportokat. Összefoglalásképpen még azt szeretnénk megmondani, hogy mi is a co-housing 6 alapelve. Az első az az, hogy mindenki vegyen részt a folyamatokban, igaz ez a működtetésre is és a létrehozásra egyaránt, tehát egy közösségi tervezés eredménye legyen maga az épület, és ami talán a legfontosabb, hogy a privát és a közösségi terek valamilyen arányban jelenjenek meg az ingatlanon belül. Ahogy megvannak a tereink, akkor a következő legfontosabb, hogy meghatározzuk a működésünket, ugyanis minden co-housing önmenedzsmenttel működik. Ezen felül nagyon fontos jellemzőjük, hogy demokratikus módon hozzanak döntéseket, és hogy nincsen vagyonközösség. Ez azért nagyon fontos, mert ugyan tudjuk azt, hogy az egyenlő anyagi helyzetek biztos alapot tudnak teremteni, de abban is biztosan vagyunk, hogy ezt lehet másképp is csinálni, és ezért örülünk mondjuk pont az olyan kezdeményezéseknek, mint a Group Income-nak a csoportja, aki pont erre kínálnak talán egy megoldást, úgyhogy ezzel szeretnénk is átadni Anikónak a szót, és köszönjük a figyelmet. Thank you.